tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Nagyon örülünk, hogy ebben az évben is ilyen nagy számban vannak velünk. Én Sebők Dóra vagyok, és a kolléganőmmel, udvarosné Hajdár Lillával idén mi vettük át Csarlós Bernát úrtól a nyugdíjas találkozó műsorának a vezetését. Remélem, hogy méltók leszünk a feladathoz. Egy régi hagyomány újjászületésének lehettünk tanúi 7 évvel ezelőtt, amikor 2011-ben újra megrendezésre került a nyugdíjas találkozó. Örülünk annak, hogy ezen az alkalmon feleleveníthetik a közös PEMÜS élményeket, és erről nekünk is mesélhetnek. Felkérem Hajdárné Molnár Elvirát, elnök vezérigazgató asszonyt, hogy mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves PEMÜS kollégák! A PEMÜ Műanyagipari Részvénytársaság képviseletében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a PEMÜ nyugdíjas találkozóján. 7 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtük szervezni a nyugdíjas találkozót, az a gondolat volt a fejünkben, hogy a PEMÜ régi szép hagyományait gyűjtsük össze, és adjuk örökül az utánunk következő generációknak. Ma már tudjuk, hogy a legendás PEMÜ szív az nem csak egy legenda, hanem maga az élő valóság. Köszönöm Önöknek, hogy az elmúlt években sokszor a nagy nehézségek között is támogattak és bátorítottak bennünket, hogy segítettek túljutni azokon a kihívásokon, amelyek elvezettek bennünket oda, hogy örömmel mondhatom el Önöknek, idén 2 nagy miniszteri kitüntetést is kapott a PEMÜ. Februárban a külgazdasági és külügyminisztertől átvehettük az év magyar beszállítói díjat. Március 15-én pedig a magyar gazdasági díjat vehettük át a nemzetgazdasági miniszter úrtól. Nagy örömünkre szolgáltak ezek a díjak és elismerések, de a legnagyobb örömet talán szeptemberben az okozta, hogy a tavaly megnyitott tanműhelyünkbe, amelyben úgy terveztük, hogy 85 diáknak adunk majd lehetőséget a tanulásra, idén szeptemberben több mint 130-an jelentkeztek. Úgyhogy tovább kell bővítenünk majd a tanműhelyt. A beruházásokat is folytattuk, az elmúlt évekhez hasonlóan több 100 millió forintot költöttünk a cég fejlesztésére. Tavaly elmondtam Önöknek, hogy a poliuretán üzemnek a fejlesztése volt a legnagyobb kihívás. Az épület felújítása lassan a végéhez közeledik, és megérkeztek az első új gépek, és üzembe helyeztük az első körasztalokat is. A jövő évben újabb 4 poliuretán gép és 2 körasztal fog érkezni, és reményeink szerint nagyon sok robot, amely majd támogatja az üzem működését. Újonnan épült Szerszám TMK üzembe is a régi gépeknek elkezdődött a cseréje. Terveink szerint jövő fél évre az összes gépet lecseréljük, és a legmodernebb berendezésekkel dolgozhatnak majd a kollégák. A gépek egy része majd a tanműhelyben fog tovább szolgálni, hogy azon gyakoroljanak a jövő szakemberei. 3 kutatásfejlesztési pályázaton is dolgozunk, az egyiknek a támogatási értesítése épp ezen a héten érkezett meg hozzánk. Épp ezért döntöttünk úgy, hogy tovább erősítjük a PEMÜ-ben a kutatásfejlesztést, innovációt, és ezért elkezdtük egy terveit egy új innovációs központnak, amelyben egy akkreditált labor is helyet kap majd. Úgy gondolom, hogy méltó utódai fogunk lenni azoknak, akik útjára indították sok évtizeddel ezelőtt a PEMÜ-t, és akik hosszú évtizedeket dolgoztak azért, hogy ma itt lehessünk, és együtt örüljünk az elért eredményeknek. Még egyszer szeretném megköszönni Önöknek, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásokat, és eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Kívánom, hogy nagyon sok évig legyünk még így együtt, és öregbítsük a PEMÜ jó hírnevét, vigyük tovább a legendás PEMÜ szívet. A mai naphoz sok örömet és szórakozást kívánok Önöknek. Jó
Jókai Anna író és költőnő szavait szeretném idézni. Aki a múltat elfelejti, nem ismerheti meg mélységében a jelent, és a jövőt sem tudja érvényesen megtervezni. Köszönjük, hogy segítenek nekünk abban, hogy a PEMÜ önök által írt történetét megismerhetjük, és arra építve a jövőt megtervezhetjük. Ennek a szellemében összegyűjtöttünk a PEMÜ történetéből jeles eseményeket, melyeket szeretnénk feleleveníteni a kerek évfordulóhoz kapcsolódóan, azaz az 55 évvel ezelőtti történésektől egészen az 5 évvel ezelőtti eseményekig. Kezdjük is akkor azzal, hogy mi történt 55 évvel ezelőtt, azaz 1962-ben a PEMÜ-ben. 1962-ben a PEMÜ a meglévő üzemi területét nagymértékben növelte a szomszédos szőlők és erdők megvásárlásával, illetve ebben az évben a bővítésen felül sikeres évet zárt, hiszen a termelési értékek és az akkori megnövekedett közel 450 fős létszám alapján a Pest megyei tanács ipari osztálya átsorolta a vállalatot C vállalati kategóriába. 50 éve, 1967-ben a cipősarok gyártásának automatizálásával és korszerűsítésével a termelékenység gyorsan nőtt. A cipőalkatrész gyártás részére új üzemcsarnok is épült. 4 új automata fröccsgép állt munkába, és 1967-től megindult a nagyüzemi gyártás. A PEMÜ pedig rendkívül sikeressével zárt. Engedjék meg, hogy bemutassam következő fellépőnket, a Nosztalgia dalkört, mely 2006. szeptember 6-án alakult meg a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub énekelni tudó és szerető tagjaiból. Maga tudná, hogy szeretem, hogy leszek szerdán, a cikadán.
45 évet ugrunk vissza az időben, az 1972-es esztendőbe. Az 1972-es esztendőre emlékezve sok jeles eseményt említhetünk. Ebben az évben kezdte meg a PEMÜ a poliuretán feldolgozást, melynek termékeit a bútoriparban és a honvédség felé értékesítette. A poliuretán feldolgozás megindulásával párhuzamosan... Párhuzamosan a fröccsöntő részek fejlesztése is volt. 1972-ben 7 darab fröccsgépet üzemeltünk be. 1972-ben vette át a PEMÜ a zsámbéki műanyagipari vállalatot, azonban ha az üzem területéről kilépünk, akkor is történtek nagy fejlesztések, hiszen 1971-ben kezdte el építeni a PEMÜ a lakótelepet, és az első lakások átadására már csak 2 évet kellett várni. 40 éve 1977-ben kisebb műanyagüzemek beolvasztásával a PEMÜ-höz csatolták a ceglédi cipőgyárat, ahol jelentős rekonstrukció is indult. Ugyanebben az évben a PEMÜ lakótelep egy részének befejezésével párhuzamosan elkészült a kék oboda is. A sportpálya építése is ebben az évben indult el. 1982-ben, azaz 35 évvel ezelőtt, a PEMÜ sok újdonsággal szerepelt a budapesti nemzetközi vásáron, többek között olyan termékekkel, mint a biotartály, a napkollektor, a speciális polietilén és polipropilén hajlított csövek. 1987-ben a PEMÜ és a Puma együttműködés keretében a ceglédi cipőgyárban a Puma technológia alapján megkezdték a szabadidő és utcai cipők gyártását, és ugyanebben az évben került átadásra a sportcsarnok is, ahol a mai napon összegyűltünk, és ahol a következő percekben az Angel Dance tánciskola rövid bemutatóját láthatják. Kezdő és haladó csoportok adják elő a tavasszal betanult táncaikat, fogadják szeretettel először a legkisebb bovisokat, majd a nagyobb iskolás lányok diszkótánc produkcióit. A szívem másodver és új ritmusra vált, és bár a lábam a földön áll, a lelkem könnyű lesz, a dallal együtt száll. Ne várj, hát állj a szívem, várj rá, fenn a felvét, hát elgár, ha érzed, mozdul, kezed, lábad, ne állj. A ritmus szik, a szíved várka, ezt a lázas nincsetés, Oh.
megérkezések után pedig szeretnénk köszönteni Sarlós Bernát urat, aki már a kezdetektől napjainkig nagyon fontos szerepet játszik a PEMÜ életében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindannyian tudjuk, hogy az élet nem egy tündérmese. Mégis sokszor bízunk abban, hogy lehet mégis az. Egyszer a PEMÜ elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy a PEMÜ olyan, mint egy szépséges tündérkisasszony. Egy kicsit rongyos a ruhája, de majd teszünk róla, hogy ne így legyen. Szeretném megköszönni Sarlós Bernát elnök vezérigazgatónak azt, hogy a mai napig segít átöltöztetni a tündérkirály kisasszonyt, hogy egyre szebb és szebb ruhákban tündököljön. Szeretném neki megköszönni azt, hogy 7 évig segített nekünk szervezni a nyugdíjas találkozókat, és a rendezvény házigazdájaként nagy lelkesedéssel vezette ezeket az eseményeket. Kedves Sali, kérek, engedd meg, hogy egy kis ajándékkal kedveskedjünk neked. Tisztelettel köszöntöm valamennyiüket, és köszönöm szépen a kedves szavakat. Úgy gondolom, hogy igyekeztem mindig alázatosan, és hát talán önzetlenül is a PEMÜ-ért és a PEMÜ dolgozóit szolgálni, értük dolgozni. Köszönöm szépen! De ha már nálam a mikrofon, akkor elmondanám, hogy, vagy lehet, hogy nem hallottam, hogy 40 éve adtuk át a Kékóvit. És ez alkalomból egy kis ünnepséget tartottak, és a vezérigazgató asszony engem delegált. És ott volt az összes gyerek, és megkértek, hogy szóljak hozzá, és mivel elég sokszor kellett ugye felnőttekhez beszélnem, hát úgy döntöttem, hogy ezúttal viszont a gyerekekhez fogok szólni. És elmeséltem nekik ugye egy igaz történetet, mondták, hogy a mesét nagyon szeretik, és az igaz történet persze úgy szólt, hogy gyerekkoromban a PEMÜ-ben még egy nagy akácerdő volt, egy rengeteg erdő, és abban egy kis forrás, a homokban nagyon jól lehetett bungikat csinálni. Egyszer aztán épült egy ház, egy nagy ház, amiben lencsi babákat kezdtek el gyártani. Később pedig jött egy horvát Feri bácsi, a főnök ugye, aki majdnem annyi ideig volt a PEMÜ élén, mint Mátyás király Magyarországon. Tehát megpróbáltam egy kicsit így előadni a dolgot, és folytatva egyszer egy alkalommal a Vajda Vilit, talán a Szőnyi Jóskát, nem tudom már precízen, de behívott minket, ugye, és kérdezte, hogy tudunk-e varázsolni. Hát mondtam, hogy nagyon ügyesek vagyunk, de varázsolni azt sajnos nem tudunk. Erre kérte, hogy nézzünk ki az ablakon, mert bizony ezen a pusztán, amit itt láttok, szeptemberig, ez márciusban volt, szeptemberig egy 100 fős óvodát szeretne látni. Logorral távoztunk, elkezdtünk ugye tervezgetni, stb. És óriási segítséggel, mert ugye mindenki nagyon-nagyon lelkes volt, az óvit azt mindenki nagyon-nagyon várta, és összefogással, rengeteg társadalmi munkával sikerült végül is egy icipici késéssel, de mégis átadni a csodát. És mindezt azért mesélem el, mert a PEMÜ vagy az óvodára úgy néztem, meg nézek, mint egy fára,
amelyiket a PEMÜ ültette, az önkormányzat végrehajtja mindig az ifjítási meccést rajta évente, és virágba borul, amikor a gyerekek megtöltik, és piros termést hoz, mikor az ugye iskola érett gyerekek elhagyják. És ez a tény, ez engem nagyon jó érzéssel töltött el, nevezetesen, hogy az ember munkájának az eredménye, ami persze nem az enyém csak, hanem mindenkié, aki 77-ben mondjuk, meg azt követően is a PEMÜ-ben dolgozott, nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy 4 évtized után a munkája a közjót szolgálja. És szeretném, hogyha ezt az érzést önök is éreznék, és szeretném ezt megköszönni. Ez lett volna az egyik mese. És ha szabad, de a türelmüket még igénybe venném egy vidámabb dologgal, mert mindenkinek volt ugye születésnapja ebben az évben, akinek nem, annak még lesz. Nekem volt, és kaptam egy verset, amit szerintem én már későn kaptam. De ezt szeretném felolvasni és megosztani. Szilágyi György humorista követte el. És azért fontos, mert életbe vágó tippekről van szó. Az ilyen szépkorú polgár manapság még elég ritka, ezért izgat minden embert, mi a hosszú élet titka. Hallgasd végig gyógyversemet, akkor is, ha kissé fáraszt, s kérdésedre megkapod a megnyugtató konkrét választ. Aludt tejet igyál este, reggelt joghurt, délben kefír, közben nyeld a répalevet, amennyi csak beléd befír. Egyáltalán levet, gyümölcslevet, céklalevet, aki minden levet bevet, utoljára csak az nevet. Brecht-Tettner az orvos neve, buzgón áldom szittya nevét, ő vett rá a gyümölcskosztra, s ma is annak iszom levét. Legnyomósabb érvem, ettől minden férfi meg lesz győzve, karalábét, zellert, répát nyersen fogyaszt, nőt csak főzve. Édességre rá se pillancs, kenyér semmi, hús is alig, kemény fekhely, földön feküdj, mint a szőnyeg faltól falig. Elég szír a vörösbor is, mert arról, hogy meszesed el, sejtelmed sincs, amíg iszod, legfeljebb nem eszesed el. Ha teheted, legeltessél tarka mezőn szelíd barmot, legeltethetsz birkákat is, avagy vegyél kecskefarmot. Ahol míg a tejed fejed, csicsereg a füsti fecske, és a járókelők zöme kizárólag ló vagy kecske. Kerüljed az izgalmakat, labdarúgást és a szexet, meccsek helyett dominózzál, szex helyett megegyél kekszet. Dörzsöld be a tested gyakran, kívül belül egy kis szesszel, és dörzsölt leszel, a szesz pedig leszámol a kóbor stresszel. Élj nyugodtan, te nézz tévét, add vissza a telefonod. Vigy egy rokkát, s lehiggadsz, ha lakásod telefonod. Tartsd be ezt a néhány szabályt, meglásd, jót tesz szívnek, agynak, végelgyengülésig élhetsz, ha betartod és ha hagynak. Mindenkinek jó szórakozást! Szólom, én rájöttem, hogy minden olyan szép,
még most is hallom vidám énekét. Szomorú, ám nézett, s hallgat.